Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 6. országos Snita Sámuel csapatverseny, ezúttal a vendéglátóipari iskolában zajlik a döntő. A Szekszárdi első Béla gimnáziumban az ország legjobb ifjú informatikusai. Balesetet okozott, majd elhajtott, nem kell börtönbe vonulnia az idős férfinak. A röplabdás fiúk és lányok csaptak össze. Hatodik alkalommal rendezték meg az országos Snita Sámuel szakmai csapatversenyt. A többnapos döntőt ezúttal Szekszárdon tartották, ahol 35 pincér, cukrász és szakástanuló mérte összetudását. Az első napon a diákok feladatai között salátakészítés és tortadíszítés is helyet kapott, a pincérek pedig egyebek mellett a pezsgő szervírozásában, díszasztal terítésében jeleskedtek. Többek között az éttermi munkához szükséges eszközöket kellett helyesen megtippelniük a pincértanulóknak a 6. országos Snita Sámuel szakmai csapatversenyen. A csoportok 5 főből 2 pincér, 2 szakács és 1 cukrásztanulóból álltak. Az indulók közös feladata egy ételsor elkészítése, felszolgálása, illetve a különböző szakmáknak megfelelő feladványok megoldása volt. A kétnapos döntőnek a Szekszárdi Vendéglátóipari Iskola adott otthont. Nagyon örültünk a felkérésnek, és nagyon nagy feladatnak is tartjuk, hiszen 7 régióból vártuk a csapatokat, a döntőbe jutott csapatokat, országszerte jönnek a tanulók, illetve egy határon túli csapatunk is van, úgyhogy mondhatjuk nemzetközinek is akár ezt a versenyt. Az iskolánknak ez egy kiváló alkalom arra, hogy megismerjék a régiót, megismerjék a mi képzéseinket, illetve a csapatunknak egy nagyon jó motiváció a felkészülés és maga a verseny is. Összesen 35-en mérték össze tudásukat az eseményen. Az emlékverseny névadója, Snita Sámuel, az éttermi munka magyarországi reformere volt, ezért a pincértanulók munkája nagyobb súllyal szerepelt a megmérettetésen. Tulajdonképpen a jobbító szándékkal a tanuló ifjúságnak a segítése, tehát minden olyan segítséget megadunk nekik, ami a oktatásban, ami szerepel, azon kívül is minden olyan lehetőséget megkapjanak, ami tovább viszi az érdeklődési körüket. A zsűri között egyébként világ- és olimpiai bajnok, szakemberek, mesterszakácsok is szerepeltek. A nap során a szakács és a cukrász diákok feladatai között saláta készítése, torta díszítés is helyet kapott. A pincérek pedig egyebek mellett a pezsgő szervírozásban, díszasztal terítésben, illetve gálaétrend és italsor összeállításban mutatták be legjobb tudásukat. 3 napon kellett a téli időszakban hómentesítésen dolgozni a közútnak Tolna vármegyében. Emellett 19 síkos nap volt, ami szintén munkát adott nekik. Az országnak ezen a részén 1254 tonna sót és 93.000 liter kálciumklorid oldatot juttattak ki a kezelésükben levő úthálózatokra a szakemberek. A munkálatokat 24 tehergépjárművel és 3 rakodógéppel látták el. Nem adott elsőbséget egy autós Dombóváron az egyik kereszteződésben, ezért összeütközött a másik úton szabályosan haladó kocsival. A vétlen jármű átsodródott a szemközti forgalmi sávba, majd egy betonvillanyoszlopnak és egy kocsibejáró betonpillérének csapódott. Személyisérülés nem történt. Emellett a rendőrök még 4 másik anyagi káros baleset helyszínén intézkedtek az elmúlt 24 órában. Általános és középiskolás diákok nevezhettek a 19. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék versenyre, aminek ezúttal is Szekszárd adott otthont. A Neumann János Számítógéptudományi Társaság, valamint a helyi első Béla gimnázium szervezésében zajló megmérettetésre több kategóriában jelentkezhettek az informatikát szerető diákok. Tartalmaz 15 feladatgenerátort, mert megoldják a diákok számára sok gyakorlást igénylő feladatok tervezését.
Épp egy alkalmazói programot mutat be az a diák, aki bejutott a 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Program Termékverseny Kovács Győző Szellemeiben elnevezésű megmérettetés döntőjébe. A cél, hogy az informatikát szerető diákok számára lehetőséget biztosítsanak tehetségük kibontakoztatására. A lényeg az, hogy a gyerekek, a diákok, mert nem annyira gyerekek már, bár általános iskolai kategória is van, önállóan alkossanak valamit, ezt ők maguk csinálják, egyedül vagy kicsike tímben, ezt tudják bemutatni az alkotás folyamatát, és tudják úgy menedzselni a produktumukat, mintha épp egy startup vállalkozást építenének. Valójában ez a cél, hogy egy-egy területen mélyedjenek el a diákok. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, valamint a Szekszárdi Első Béla Gimnázium által meghirdetett versenyre 6 kategóriában várták a nevezéseket, többek között alkalmazói programok, játékprogramok, animáció témakörben készülettek a pályamunkák. Rengeteg versenyünk van, és ebből azért emelkedik ki ez a Neumann termékverseny, mert itt egyrészt nagyon széles körben van az alkotásoknak a spalettája igazából, vagy spektruma, és másrészt pedig nagyon fontos, és ilyen nagyon kevés helyen van, hogy része a produkciónak az, hogy ezt elmondják, hogy hogyan készült, mind készült, miért volt ez érdekes számukra. Erre a jövőben mutató versenyre a külhoni oktatási intézményekből is érkeztek versenyzők. Ja, hát mi nagyon szeretünk jönni Kolozsvárról erre a versenyre, ugyanis én úgy érzem, hogy a nagyon-nagyon sok verseny közül ez az a verseny, ahol azt értékelik, hogy a diákok mit csinálnak jól, és ez rendkívül jól esik a gyerekeknek, úgy érzem, hogy szárnyakat ad nekik. A zsűri tagsága iskolákból felkért független informatika tanárokból, szakemberekből tevődött össze. Ajándék, hús és élelmiszerüzleteket ellenőriznek jövő héten a NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai. A revizorok vizsgálják a nyugtai számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre elsősorban Szekszárdon, Bonyhádon, Tamásiban, Tolnán és Pakson érdemes készülni. A lakosság is segítheti a vízóraaknák pincék fogságába került békák, elsősorban a varangyok mentését. A magyarországi lakóépület adatokat a mintegy 2,3 millió családi ház jellegű épületet figyelembe véve előfordulhat, hogy a szárazföldi életmódot folytató békák akár sok ezres állománya rekedt pincébe. Az ő életüket megmentheti a lakosság akár 1-2 perc alatt, figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A bajba jutott állatokon nagyon gyorsan és egyszerűen lehet segíteni azzal, ha őket a vízora aknákból, pincékből, akár puszta kézzel is kiemelve kertekben elengedjük, valamint ezeket a helyiségeket márciustól szeptemberig havonta ellenőrizzük. Balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről egy férfi bonyhádi zomba között. Az eset még 2022-ben történt, de most született ítélet. Rendőrségi fotók mutatják a baleset helyszínét és a sérült motort. Bonyhád és Zomba között egy mellékúton haladt a vétkes sofőr, amikor egyszer csak előzni kezdte a tőle néhány méterre haladó másik autót. Csak hogy nem vette észre a szemben érkező kétkerekű járművet, aminek a sofőrje azonnal berántotta a féket, ám így el is esett. A balesetet okozó idős vezető viszont nem szállt ki segítséget nyújtani, elhajtott a helyszínről. A motoros csak a szerencsének köszönhetően nem sérült meg. Az ügyből mégis rendőrségi nyomozás lett, abból pedig bírósági tárgyalás, ami most ért véget. A Bonyhádi Járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat közlekedési bűncselekményben, cserbenhagyás vétségében mondta ki az ítéletet, ezért 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, illetve 300 ezer forint pénzbüntetést is kiszabott a vádlottal szemben. A vádlott férfi már az előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét és lemondott a további tárgyalásokhoz való jogáról. Így elvileg az ügy le is zárulhatott volna, ebben az esetben viszont mégsem ez történt. Az ítélet nem emelkedett jogerőre annak ellenére, hogy a vádlott lemondott a tárgyaláshoz való jogáról és beismerte a bűncselekmény elkövetését, azonban a büntetés ellen az ügyészség súlyosítás miatt, a védelem pedig a jogosítvány miatt enyhítését jelentett be fellebbezést, ezért az ügy a szekszári törvényszéken folytatódik. Vagyis a balesetet okozó, majd a helyszínről elhajtó férfinek akár hosszabb időre is bevonhatják a jogosítványát.
jelentősen csökkennek péntektől az üzemanyag árak. Az előrejelzés alapján a hét utolsó munkanapjától a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolajé viszont bruttó 8 forinttal mérséklődik. Így a 95-ös benzin marad 607, a gázolaj pedig 605 forint lesz literenként. A kivételesen aszályos tavalyi év veszteségeinek mérséklése érdekében március 31-ig több mint 22 ezer termelő részesül összesen 50,6 milliárd forint mezőgazdasági kárenyhítési juttatásban, közölte Nagy István agrárminiszter. A történelmi léptékű szárazság okozta károk enyhítése az agrárpolitika számára kiemelt feladat a gazdálkodók talpon maradásának segítése érdekében. Tavaly kifejezetten súlyos aszály pusztított az ország mezőgazdasági területeinek 80%-áról, közel 1,5 millió hektárra jelentettek be kárt a gazdák. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról május 22-ig lehet rendelkezni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzből civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot lehet támogatni. A legtöbben egyébként gyermekek fejlődésére és gyógyítására, esetleg állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1%-át. A rendelkező nyilatkozatot elektronikusan, illetve papíralapon, postán vagy személyesen is be lehet nyújtani. Fiú és lány kategóriában 3-3 csapat versengett az országos döntőbe jutásért Bonyhádon a röplabda diákolimpia harmadik korcsoportos megyei döntőjében. Dombóvári, Dunaföldvári és helyi iskolák sportolói álltak pályára. A röplabda diákolimpia harmadik korcsoportos megyei döntőjének immár 2 évtizede ad helyszínt a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. A város-város környéki versenyeken induló 6 fiú és 8 lány csapat közül került ki, nemenkénti kategóriában az a 3-3 csapat, akik az országos elődöntőbe jutásért versenyeztek Bonyhádon. Most, hogy tau sportág lett a röplabda is, egyre népszerűbb lesz. Egyre többen űzik ezt a szép sportot. Én úgy gondolom, hogy bár máskor legalább 4-4 csapat volt, még olyan is volt, olyan időszakra is emlékszem, hogy 6 lány csapat nevezett, és így 2x3-as csoportba kellett lebonyolítani. Az országban 7 helyszínen zajló selejtezőkből kerülnek ki az elődöntő résztvevői. Aki itt második lesz, az élhet a jogával, hogy egy országos selejtezőn vesz részt, a minden megyének a második helyezettjei mérkőznek meg, azok bejutnak az országos elődöntőbe, és ott megint meg kell nyerni ahhoz, hogy az országosra bejusson. Nagyon nehéz labdajátékokban, röplabdában, kosárlabdában bejutni az országosra, mert csak 8-as döntőket rendeznek, 7 hely van bejutni. A fiatal sportolók mindannyian úgy érkeztek Bonyhádra, hogy a tőlük telhető legjobb formájukat mutatják a pályán, hogy ezzel segítsék hozzá a csapatukat az országos elődöntőbe jutáshoz. Szerintem nagyon jó a csapatunk, és szerintem pont elég sokat szoktunk gyakorolni, hogy elég jók legyünk. A diákolimpia harmadik korcsoportos megyei döntőjének végén a bonyhádi születésű Baroti Árpád profi röplabda játékos adta át a díjakat. Regionális híreink következnek. Modern épület, korszerű eszközök, megújulta a Mókus Suli erdészeti iskola a meccsekben. Western indián világ szőlősgyörökön különleges látványosságot alakítottak ki. Megérkeztek a gólyák, a kaposszerdahelyi pár Matyi és Rozi már a fészküket csinosítgatják. Megújult a pécsi Mókus Suli erdészeti iskola. Egy pályázatnak köszönhetően 1,7 millió euróból valósult meg a fejlesztés a meccsekben és a horvát partner településen. Megnyitotta kapuit a Mecsek Discovery Center, azaz a korábbi Mókus Suli erdészeti iskola. Az Eagle elnevezésű horvát-magyar együttműködés eredményeként megvalósult projekt átadó ünnepségén elhangzott, az ilyen és ehhez hasonló programok szolgálják ki az országban azt az évi 40-50 millió látogatót, akik felkeresik az erdészeteket. Ennek a munkának az élén jár az állami erdőgazdasági cégcsoport,
melynek tagjai mintegy 33 milliárd forintot fordítottak az elmúlt időszakban turisztikai fejlesztésekre. Ugyancsak a cégcsoport gazdálkodása a garancia ezeknek a létesítményeknek a fenntartására, amelyre évente mintegy 4 milliárd forintot fordítanak. A jövőben pedig 310 milliárd forint támogatási lehetőséget biztosít a kormány a magyar erdészetek számára további fejlesztések megvalósításához, tette hozzá Szentpéteri Sándor. Az eseményen kiemelték, március 21-e az Erdők Világnapja, ezért igen aktuális a beruházás átadása, amely segíthet abban, hogy megőrizzük erdeinket. Mi is kicsik vagyunk a teremtett világ részeiként, de benne az erdőben egy kicsit úgy érezhetjük, hogy egyek lehetünk a teremtett világgal, óvjuk meg és őrizzük meg, akkor már sokat tett ez az 500 négyzetméteres új fejlesztés, amelyhez hozzájárul nyilván ez az erdei iskola, és hozzájárul az a tanösvény, ami több kilométeren keresztül a mecseki erdőségben elvezeti a gyermekeket. A fejlesztés egyébként egy 1,7 millió eurós Interreg pályázaton keresztül valósult meg itthon és a horvát partner településen. Ezentúl interaktív eszközök és modern berendezések biztosítják a minőségi oktatást. Itt pedig nem áll meg a korszerűsítések sora. Az új uniós ciklusban a területi operatív program plusz pályázati kiírások között eddig lehetőségünk volt mintegy 5,8 milliárd forint összegben 16 olyan támogató döntésben közreműködni, amelyek mind Baranyában, vármegyeszerte megvalósuló fontos turisztikai fejlesztéseket fognak eredményezni a jövőben. Van továbbá lehetőség az aktív ökoturisztikai programnak köszönhetően további 3 milliárd forintos keretben gondolkodni, tette hozzá Őri László. Olyan hálózatba illeszthető turisztikai fejlesztéseket lehet így megvalósítani, amik mind azt a célt szolgálják, hogy elfoglaltságot, családi kikapcsolódást nyújtó helyszínek jöjjenek létre a jövőben. Egy különleges western indián világot álmodott és valósított meg Szőlősgyörökön egy német házaspár. Ők 2,5 éve költöztek hazánkba, azóta építik a nem mindennapi látványosságot. Akár egy western film helyszíne is lehetne Hans-Peter Goller és Gabi Szőlősgyöröki birtoka. A férfi gyermekkora óta rajong ezért a stílusért. 25 éve gyűjti a country és az indián tárgyakat. Ez idáig azonban nem találta meg a megfelelő helyet, ahol ezeket a nagy közönségnek is megmutathatná. A pár 2,5 éve költözött Szőlősgyörökre Németországból. Egy szép csendes környezetet kerestek, ahol western világukat megteremthetik. Valahol egy indiánnak érzem magam. Egy idősebb gyerek vagyok, aki ebben a környezetben kiéli magát. Hans-Peter 10 hónap alatt álmodta meg és valósította meg ezt a különleges környezetet Szőlősgyörök határában. Itt western kocsma is található, de fakunyhókat is épített a férfi, valamint indián sátrak is állnak a területen. A berendezések, a kiegészítők mind az indián western hangulatot idézik, ezekhez pedig programokat is terveznek a jövőben Hans-Péterék. Wir machen Spiele, wir wollen Workshops machen, mit Schmuck machen. Workshopokat tervezünk, ahol ékszereket, ruhákat lehetne készíteni. A célunk az, hogy az ide látogató családoknak, vendégeknek programot tudjunk kínálni. Szeretnénk bemutatni a country zenét, közelebb hozni az érdeklődőkhöz. Mint a Szőlősgyörök polgármestere elmondta, Hans-Péterék különleges világa nem csak a környékben élő németek, hanem a magyar látogatók számára is nyitva áll, ez pedig a közösségépítés számára is hasznos. A programok ugyanis közelebb hozhatják az itt élőket. Amikor ez a család megérkezett ide hozzánk, és ezt a építkezést elkezdték, akkor a Péter és a Gabi megkerestek engem, hogy csinálhatnak-e ők itt az ő saját szórakozásukra, meg nyilván a közösség szórakoztatására olyan dolgot, ami mondjuk egy kicsit egyedi, és ebben az indián sátrak építése volt az első, és én azt gondoltam, hogy hát persze nyilván ez egy nagyon jó, érdekes dolog, ilyen még úgysem volt itt nálunk, és igazából amikor ők ezt elkezdték építeni, és ezt tényleg itt mindent a saját két kezükkel építettek, semmiféle külső segítséget nem vettek igénybe. A szőlősgyöröki western indián világ húsvétkor is várja az érdeklődőket, május utolsó hétvégén pedig egy country fesztivált szerveznek, amelyre Németországból is érkeznek a műfaj kedvelői. Megérkezett Rozi és Matyi Kaposszerdahelyre. A gólyapár néhány napja foglalta el a fészkét. A madarak azóta csinosítják, szépítgetik lakhelyüket a településen élők legnagyobb örömére.
A fészkét rendezgeti Matyi Gólya Kaposszerdahelyen. Ő érkezett meg elsőként a településre. Az ott lakók minden évben nagyon várják már ezeket a madarakat. Van élet a faluba. Mert ugye olyan csöndesek most az utcák valahogy, nem nagyon járnak az emberek, és ők hoznak életet az utcába. Ezért szeretjük, hogy itt van kerepel, meg nézzük, hogy hogyan takarítanak. Takarítám, ami nem tetszik neki a fészekbe, azt kidobja. A kaposszerdahelyi gólyapár az egész környék kedvence már évek óta. Végül is ideje volt, hogy megérkezzen a tél után a tavasz, tök jó, szépen süt a nap, itt vannak a gólyák, nyílnak a virágok, mi kell még? Matyi és Rozi 10 éve költ Kaposszerdahelyen, nevüket a településen élők szavazatai alapján kapták. A polgármester azt mondja, a környéken bőven találnak maguknak táplálékot. Van egy pazderjás horgásztavunk nem messze, jó sok kis hallal, békával, illetve van egy ilyen enyhén lápos, füves terület, ahol kígyók, békák vannak, tehát táplálék szempontjából ideális hely a gólyáknak. Somogy tavainak környékén rendszeresen fészkelnek és költenek a fehér gólyák. Az egyed szám azonban folyamatosan csökken, jelenleg 5000 párra tehető az országban. Ez a kelepelő madár fokozottan védett fajnak számít, eszmei értéke 100 000 forint. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. 6. országos Snita Sámuel csapatverseny, ezúttal a vendéglátóipari iskolában zajlik a döntő. A szekszádi első Béla gimnáziumban az ország legjobb ifjú informatikusai. Balesetet okozott, majd elhajtott, nem kell börtönbe vonulni az idős férfinak. A röplabdás fiúk és lányok csaptak össze. Pénteken egy meleg front alakítja az időjárást, majd estére hideg front érkezik északnyugat felől. A nap legnagyobb részén a csütörtökihez hasonló napsütéses idő várható kevés fátyol felhővel. A déli és délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Ezzel együtt picivel még melegebb levegő érkezik térségünkbe. Kifejezetten enyhe időre van kilátás, éjszaka várhatóan esni fog, itt-ott akár 10 mm is lehullhat. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!